Akkor én bemutatok az én bizottságnak, és hát az itt irodban dolgozok. Ugye viszonylag vége volt a KPMG-nél. És hát mi alapvetően auditor célra, a biztonsági tesztelésekkel, biztonsági auditokkal foglalkozunk. Mintől kezdve mi könnyen vagyunk, mert általában nekünk semmi se drága, és semmi se fájnt a fejlesztőt meg kell megcsinálni. Végül viszont alapvetően azért azt is látni kell, hogy a mobil alkalmazások tesztelése az sok szempontból hasonlít egy sima webes alkalmazás tesztelésére, viszont vannak szempontok és vannak nehézségek, amelyek miatt még nehezebb, egy kicsit más, inkább úgy fogalmazni. Röviden bemutatnám ezeket a nehézségeket, mint így gyakorlatban többször szembesültünk, és talán látjátok, hogy mennyiben hasonlít, mennyiben más, mint egy általános tesztelés, egy általános web alkalmazás tesztelés. Jó. Alapvetően abból indulunk ki, hogy van egy megrendelő, tételező pár, aki valami oknál fogva szeretné a mobil alkalmazását éles beállítás előtt tesztelni. Megpróbálja kiválasztani azt a tesztelő csapatot, aki a legjobb neki. Megpróbál felkészülni közösen vele a tesztelésre, végrehajtja a tesztelést, állítja a tesztelő, végrehajtja a tesztelést, és megpróbálja kiportálni, értelmezni egy hiányosságokat, vagy egy visszaellenőrzés, javítás. Nagyjából ez egy általános folyamat, amiben a jóindulatú megrendelőt és jóindulatú tesztelőt tételezünk fel, akkor mindenki határidőre szeretné elvégezni a feladatát, mindenki jó minőségbe szeretné elvégezni a feladatát, és se a megrendelő, se a tesztelő nem szeretne a szükségesnél nagyobb erőforrást elfordítani. Ez nem azt jelenti, hogy egyik fél sem szeretné elvégezni a feladatát, pusztán csak azt jelenti, hogy hatékonyan szeretnék ezt a feladatot elvégezni. És nyilván látszik azt, hogy mind a két fél ugyanarra törekszik, ugye a határidőt szeretné betartani, ugyanazt a minőséget szeretné produkálni, számos esetben ez félrecsúszik, és a legjobb indulat mellett is félreértések, késések, nem az a minőség készül el, amit szerettek volna a felek. Ugye legtöbb esetben van egy kiválasztási folyamat, egy request for proposal, vagy ajánlatkérés, vagy bármilyen egyéb nevezzük, ahogy akarjuk. Lépés, amikor a megrendelő azt gondolja, hogy ki szeretné választani azt a legjobb tesztelőt, aki a árérték arányban a leghatékonyabban tudja elvégezni ezt a feladatot. Ugyanakkor a kiválasztási folyamatnak a legnagyobb problémája az, hogy a megrendelő vagy nem tudja, vagy nem is akarja megosztani azokat az információkat, amivel a tesztelő a legfontosabb, legfontosabb ajánlatot tudja elkészíteni, a legfontosabb becslést tudja végrehajtani, hogy mennyi idő szükséges ennek a végrehajtásához. Ennek az oka több mindenből adódik. Legtöbb esetben ebben a periódusban még az sem ideális, hogy az, ami pontosan architekturálisan el fog készülni. Azt tudjuk, hogy egy mobil alkalmazás lesz, de hogy az pontosan mire épül és hogy fog felépülni, sokszor még nem világos. Az sem világos, hogy az a mobil alkalmazás pontosan milyen üzleti funkcionalitást fog elvégezni. De nem tud egyáltalán melyik a fő funkciók, az sem tökéletesen ismert ebben az időszakban, illetve akár az is lehet, hogy még ő maga sem tudja, hogy mit fér bele, vagy mi nem, amit szeretne megvalósítani. Ugye tesztelő szempontjából nem lényegtelen az a kérdés, hogy hány különböző fajta platformra készül el ez az adott alkalmazás, és ezek mennyire különbözőek egymástól. Értelemszerűen a kliens oldalon azért fel lehet ételezni, hogy nem lesz 100%-ban egy forma, egy iOS-es vagy egy androidos megoldás, viszont ez nem jelenti azt, hogy szerver oldalon ne használhassák ugyanazokat a API-okat, ugyanazokat a funkciókat, ugyanazokat az erőforrásokat, viszont adott esetben, és máshol is tapasztaltuk azt is, hogy a két fejlesztő, két különböző, az egyik fejlesztő mondjuk iOS, a másik fejlesztő Androidnak, akár hajlamos a szerver oldalon is két különböző, két egymástól eltérő megoldást megvalósítani. Érdekes kérdés, és ez igazából már most érdemes lenne átgondolni minden megrendelőnek, hogy
oké, mit kell adnom a tesztelőnek, hogy végre tudja hajtani a tesztelést. Ugye nagyon sokszor teljesen ideális, hát odaadjuk az appot és akkor tesztelje, de ennél azért kicsit komolyabb a kérdés, hogy akár tesztüzerek, tesztadatok szempontjából is. És ugye van még egy érdekes kérdés, hogy mégis semmit szeretnék tesztelni? Azt szeretnék tesztelni, hogy mennyire erős az a platform, vagy az, hogy mennyire jól implementálták ezt az alkalmazást. Ugye szemben mondjuk egy web alkalmazással, adott esetben mobil kliensben lehetőség van bizonyos védelmi beállítások beépítésére, ami nem azt mondom, hogy nem lehet kikerülni, csak jelentősen megnövelik a időráfordítás sok esetben. Ugye ezek, amik jellemzően nem ismertek a vaján kérés fázisában, ugyanakkor a megrendelő a legtöbb esetben egy fix szárat vár el, hogy egy fix határidőt, egy fix szárfordítás mennyiséget, ami alapján végre kellene hajtani a feladatot. Ugye ez a kettő nehezen összeegyeztethető, és sok esetben nem biztos, hogy összeegyeztethető. Ezért vagy rákérdez a tesztelő, ugye az egy lehetőség, és akkor kap rá választ, vagy nem kap rá választ. Esetleg számol azzal a tapasztalat alapján, hogy mi az általános gyakorlat, és akkor ennek megfelelően 20 napokat épít be. Esetleg leírhatja az alkalmazásában, hogy ő úgy számolta ezt a ráfordítás mennyiséget, hogyha ez és ez fájnál. Egy év esetben pedig akkor azt kér, hogy 20 embernapokról vagy 20 határidőről állapodjanak vele közösen. Ugye maga a tesztelés előkészítése során számos problémát merül fel, tehát nem mobil specifikus problémák jellemzően, hanem gyakorlatilag minden biztonsági tesztelés, minden tesztelés során előfordul. Hát ritka az, hogy pont akkor készül el valamilyen hónapokkal ezelőtt megterveztek, ugye, de biztosan, hogy biztos azért a tesztelő álljon folyamatosan készen, hogy bármelyik nap kezdődjön a teszt. Gyakran akkor derül ki, amikor az ember a kezébe fogja az alkalmazást, hogy hát ez már nem az, amit két hónappal ezelőtt kitalálta. Adott esetben nem volt idő fejleszteni egy funkciókat, de az is előfordult, hogy valaki a kezébe, ha megnézte az egyébként papíron teljesen jól működő funkciót, és rájött, hogy hát azt nem egy iPhone-on kell végrehajtani, mert nem lesz az ember, aki valaha is azt a funkciót használni fogja. Ugye a legtöbb esetben kiderülnek hibák, funkcionális hibák, amelyek javításra kerülnek, viszont nincs arra idő, hogy a biztonsági teszteléstől ez teljesen függetlenül történjen. Tehát adott esetben számolni kell azon, hogy szerver oldalon, vagy akár kliens oldalon és a tesztelés során újabb és újabb verziók jelennek meg. Jellemző, hogy nem szárnak annyit pénzt, hogy nem építenek ki a cégek olyan infrastruktúrát, ami egyezőben megegyezik az éles környezettel. Adott esetben komponensek, interfészek hiányozhatnak. Ilyen esetben ugye a tesztelés az nem szükségszerűen ugyanazt a minőségű eredményt fogja biztosítani, mint hogy a éles rendszerbe hajtottuk volna végre. Gyakori vagy a projektvezető, aki egyébként elfogadta vagy megértette állítólag a tesztelésre vonatkozó ajánlatot, ott szembesül vele a tulajdonképpen is, amit jelentkezik a tesztelés, hogy fogja őt, illetve egyéb tesztelőket feltartani, illetve nem feltartani. Adott esetben ott szembesül azzal, hogy amit a tesztelő ígért, hogy végrehajt, és amit az ő projekt tervében egyébként párhuzamos feladatok vagy kapcsolódó feladatok szerepelnek, azok nem egyeztethetők össze. Gyakori, hogy ott szembesülnek a felek, hogy tesztadat, tesztfelhasználó, adott esetben dokumentáció szükséges lenne a alkalmazás teszteléséhez. Ugye egyszerűbb alkalmazások esetében konstruktív módon a tesztelő rájöhet arra, hogy ott működik, de bonyolultabb alkalmazásoknál adott esetben érdemes azt látni, hogy hogy épül be az adott alkalmazás a folyamatban. Itt előtte mit kell utólag végrehajtani, hogy megjelenjen a felvált eredménye az adott eszközön. Jelentős, ezzel nagyon sok gyakran találkozunk, hogy várhatjuk, hogy mi lenne az éles rendszerbe tesztelnénk. Ugye
Hát mi ezt nem szoktuk preferálni, és legtöbb esetben igyekszünk az ügyfeleinket is lebeszélni róla, hogy ne ott beszéljünk, de ez azért egy gyakori értelme, hogy ha már úgyis ott van minden, és legegyszerűbb, akkor oda létrehozunk egy-két túlzárt és hajrá. Az is gyakran előfordul, hogy szembesül azzal a megrendelő, hogy még értesíteni kellene egy külső felkísérő, hogy a tesztelés meg fog történni. Adott esetben a tesztkörnyezete cloud szolgáltatónál vagy hosting cégnél van, aki egyébként engedélyezi a tesztelést, csak ennek egy meghatározott folyamata vagy egy meghatározott időszaka van, mikor lehet végrehajtani. De ez is jellemzően akkor derül ki, amikor a konkrétan az IP címek, vagy tesztüzenek, vagy egyébek egyeztetése van, hogy ez látok, hogy nem megyük meg valahol máshol. Úgyhogy itt adott esetben itt az a pont, ahol a legtöbb legelőször szembesül azzal a tesztelő és a megrendelő, hogy amit az egymásnak ígértek az ajánlatban, az ajánlatkérőben, vagy a szerződőben megállapodtak, az nem szükségszerűen felé a valóságot, és ezért sokkal intenzívebb folyamatos egészítés rugalmasság szükséges, hogy valami közös megoldásra jussanak. Ugye ennek azért van egy kis technikai, technológiai előkészület, és ugye tesztelés megtörténjen. Legtöbb esetben ugye mobil alkalmazásokat, internet felül teszteltek, a megrendelőink is. Erre viszont a tippa alatt a tesztelterek megjelenik a belépésre. Létre kellene ugyanazokat a tesztfelhasználók, a tesztadatokat, ami biztosítja a rendszer működését. Ugye legtöbb esetben azt gondolja a projektmenedzser, hogy oké, egy projekt két ügyet bővenni, de egy komplexebb mobil alkalmazás nézünk, ahol van jó ráhagyó, vagy felettes, van supervisor, az adminisztrátor, azért ott lényegesen nagyobb számú teszt userrel és teszt felhasználóval kell számolni. Jellemzően pénzeknél szokott az előfordulni, hogy valamifajta kétfaktoros autentikációt is implementálnak, illetve használnak. Adott esetben a mobil alkalmazásokkal is megjelenhet. Ehhez viszont egy olyan autentikációs eszközt kell biztosítani a tesztelőnek is, ami lehetővé teszi az ő tesztelését. Érdekes kérdéskör, hogy ugye a különböző sztorokból elkezdődő alkalmazások jellemzően kipublikált éles alkalmazások, amelyek az éles környezetben éles üzerekre mutatnak. Legtöbb esetben ezt ugye nem is lehet módosítani az adott alkalmazásban. Éppen ezért szükség van olyan alkalmazásokra, amit a teszt környezetben, a teszt üzerekkel, a teszt adatokkal képes futni. Ugye ezt nem a store-okon keresztül szokták átadni, hanem valami fajta tájlok formájában, ahol ugye maga a tesztelő teszt telepíti az eszközére, vagy az emulátorokba. Itt egy nagyon érdekes kérdés, hogy maga az iOS esetében ez szigorúan korlátozott, hogy hova van módja telepíteni az embernek egy ilyen teszt célra készült alkalmazást. Éppen ezért már a fordításkor is jelezni kell, hogy melyek azok az eszközök, amelyekre ezt fel fog kerülni. Ugye ez át kell adni a megrendelőnek azokat az UDIT értékeket, amit kérni kell, hogy a fejlesztő fordítson be az elkészült alkalmazásba, és ezután lehet telepíteni a tesztkészülékekre. Hát ez nem mindig sikerül, hiába kerül átadásra, lehet előfordul, hogy kétszer-háromszor kell próbálkozni a fordítással, fejlesztőnek, hogy ez sikerüljön. Illetve egy érdekes kérdés, hogy oké, ez egy teszt alkalmazás, én ezt, amit fejlesztő szeretném látni, hogy működik, úgyhogy bekapcsolom a különböző logolási vagy debugger opciókat, hogy lássam, hogy működik. Viszont ugye ez egy forsered produkált szám, hiszen azt fogja leírni a adott esetben a tesztelő, hogy de én azt láttam, hogy minden egyes HTTP request ott van az eszközön gyűjtve, és ez talán nem a legszerencsésebb és nem biztonságtudatosabb megoldás. És akkor erre én a válasz, de hát ez csak a tesztrendszer az élesben, és nem másképp működik. De ez egy érdekes kérdés, amivel azt kérdünk, hogy adott esetben mire vagyok kíváncsi, hogy az én alkalmazásom
hogy működik, vagy arra vagyok kíváncsi, hogy az adott platform milyen biztonsági megoldásokat nyújt. És ugye én azt gondolom, hogy egy kicsi olvasgatással viszonylag lehet tudni, hogy egy iOS-es, vagy egy Androidos, vagy egy Windows Phone-os platform milyen biztonsági lehetőségeket biztosít. Nem biztos, hogy az a leghatékony a mód, hogy a tesztelő erőforrásait arra az arról, hogy ezeket kapcsolgasson, megkerülje. Tehát, hogy érdemes már inkább úgy fordítani ezt az alkalmazást, hogy maga az alkalmazás tesztelésre tudjon fókuszálni a tesztelő, és ne a különböző platform specifikus biztonsági megoldások kikapcsolására. Tételezzük fel, hogy megtörténtek ezek a beállítások, file formájában megérkeztek ezek az alkalmazások, amiket telepíteni kellene. Ja, hát szoktunk vele szembesülni, hogy nem támogatott Android vagy iOS verziót kaptunk, tehát maga a készülők, amire telepíteni szeretnénk, és ami hogy a fordítását készült, az nem igazán kompatibilis fordítással. Mi Android esetén az sem mindegy, hogy milyen architektúrára, milyen chipsetre készült el az az adott fordítás. Ugye, ahogy említettem, nem lehet feltelepíteni, hiába adta oda az ember az iOS-es értékeket, nem kerültek bele a fordításba. Adott esetben be lehet azt állítani az eszközön, az alkalmazásban, hogy csak tabletre, csak forra telepíthető legyen. Ilyenkor szembesül a tesztelő azzal, hogy hiába van egy nagyon drága és adott eset a tabletje, arra nem lehet felrepni ezt az alkalmazást, illetve fordítva. És hát amiről beszéltünk, hogy adott esetben egy root jailbreak ellenőrzések is már történnek itt, ami ugye a tesztelés szempontjából hasznosabb, hogyha ezek az eszközök ilyen állapotban vannak, adott esetben segíthetnek, miközben ugye a maga az alkalmazás telepítéskor, vagy az alkalmazás kutatáskor ez problémát okoz. Oké, feltételezzük, hogy feltelepítettük hiba nélkül az alkalmazást, szeretnénk elindítani, ugyanaz jailbreak utánellőrzés, megbukik hiba, lehet keresni az okokat. Adott esetben sikerült mondjuk a tűzfalbeállításokat és az alkalmazásban történt a címeket inkonzisztens módon beállítani, tehát hiába szeretne csatlakozni egymáshoz a szerver és a kliens nem sikerül, lehet nyomozni az okokat. Ugye elvezetek ezekben az alkalmazások egy szépen SSL ellenőrzések, SSL megoldások lehetnek, amelyek viszont egy tesztrendszer esetében olyan problémát okoznak, hogy érvénytelen szertet felepítettek a tesztrendszerbe, adott esetben self-sign certificate-eket használnak ott, és ez miatt nem indul el, nem megfelelően működik, hibát jelez. Illetve most sem kizárt, hogy maga az alkalmazás sikerült hibásan előállítani. Tehát hiába tökéletes minden, hiába tökéletes a userek, hiába tökéletes a hálózati kapcsolat, mégis van hiba, miatt nem indul el az alkalmazás. Hasonlóan adott esetben elindul az alkalmazás, de nem jól működik, vagy csak egyes részei működnek jól. Hiba oka lehet, hogy el sem készült az adott funkció. Olyan teszt felhasználói beállítások kerültek, amelyek igazából totálisan értelmetlenek, és innentől kezdve a rendszer hiába próbálja meg kezelni azt a user-t, hiába próbálja ezt a tesztadatot feldolgozni, azzal fog szembesülni, hogy erre egyszerűen nincs felkészítve, hiszen nem is várnak ilyen üzleti esetet a való életben. Hasonlóan a teszt user-ek is olyanfajta jogosultságokat kaptak, hogy olyan jogosultság struktúrával kerültek be, ami egymásnak ellentmondó beállításokat tartalmaz, éppen ezért nem működnek. Illetve hát, és tényleg csak mondjuk pénzügyi szervezetek esetén, de gyakran előfordul, hogy biztonsági tesztel párhuzamosan zajlanak egyéb informatikai tesztek, például a heti havizárásoknak a tesztelése, a mentések tesztelése, melyek miatt a szerver oldali komponensek nem elérhetőek, nem működnek. És
ugye itt ahol szembesül azzal mind a megjelenően, mind a tesztelő, hogy nem fogja tudni betartani ezt a határidőt, amit megígértek, megjállapodtak, nem abban a minőségben fog elkészülni a tesztelés, és igazából mind a két oldalon olyan extra erőforrásnál fordítva szükséges, amit előzetesen nem számoltak. Oké, tételezzük fel, hogy elkészült maga a teszt. Elkészült a riport, amit tartalmaz, hogy milyen hiányosságok vannak az alkalmazásban. És akkor megkapja a megrendelő, ahol az üzleti terület nem érti és nem tudja, hogy mit kezdjen vele. Látja, hogy valamiért gondolt, hogy neki szüksége van a biztonsági tesztelésre, hogy az eredményét, hogy kell feldolgozni és mit kell vele csinálni, nem érti. Adott esetben sajnos előfordul, hogy maga a fejlesztő sem érti, hogy mi a biztonsági probléma. Azt gondolja, hogy ez igazából nem adott esetben nem is probléma, hanem inkább eredmény, mármint egy pozitív eredmény, hogy az úgy működik. Adott esetben elfogadja, hogy ez egy biztonsági probléma, de ő azt gondolja, hogy ez nem volt benne az ő specifikációjában, ezért csak plusz pénzt hajlandó módosítani, javítani ezen az alkalmazáson. Ugye itt per pillanat akkor a megrendelő kerül olyan helyzetbe, hogy van egy kevésbé biztonságos alkalmazással, és tudom, hogy van egy hiba listán, viszont azt is tudom, hogy a kettő között csak úgy tudom megszüntetni, hogyha plusz pénzt, plusz erőforrásokat ölök ebbe a javításba. Ugye, amivel másoknak beszéltünk, hogy adott esetben olyan észrevételek jönnek ki, amelyek a nem megfelelő beállítások miatt csak a tesztrendszerrel, teszt alkalmazásra érvényesek. Illetve egy állandó vita, hogyha ez nem eldöntött előzetesen, hogy rendben van. Egyáltalán a visszaellenőrzése ezeknek a tárgyi észrevételeknek az a megbízás része, vagy nem. Illetve hogyha a megbízás része, akkor hány körben szükséges ezt végrehajtani. Sajnos mi is futottunk meg vele olyanból, hogy azt mondtuk, hogy igen, egyszer visszaellenőrzik, utána a fejlesztő azt gondolta, hogy minden rendes release kapcsán letugadni kell ellenőrizni, amíg neki nem sikerül eltalálni a megfelelő beállítást, a megfelelő programkódot. És igazából, amit mi látunk, mint tesztelők, mint biztonsági tesztelők, az, hogy miközben a web alkalmazások kapcsán ugye már többé-kevésbé tisztában vannak a megrendelőink is, hogy mi szükséges annak a végrehajtásához. Talán a mobil alkalmazások kapcsán túlságosan optimistán szokták megbecsülni az ő szükséges részvételünket ezekben a projektekben. Talán optimistán becsülik meg, hogy mennyi idő alatt képesek ezt ők, illetve maga a tesztelő végrehajtani. Éppen ezért én azt gondolom, hogy érdemes mind a két oldalon azzal számolni, hogy tervezethez képest olyan tartalék időket, tartalék erőforrásokat vonni a projektbe, tervezni a projektbe, ami áthidalja a váratlan problémákat. Olyan lefutással számolni, ami lehetővé teszi azt, hogy tényleg jó minőségben készüljön az a tesztelés. Tudom, hogy ez így könnyű úgy mondani, amikor az ember adott esetben egy projekt nyomás alatt van, akkor nehéz azzal érvelni, hogy a biztonsági tesztelés az még egy hét vagy kettő hét kellene, mert nem biztos, hogy ez az elsődleges. Illetve én azt gondolom, hogy és azt tapasztaltuk, hogy minél hamarabb bevonásra kerülnek azok a fejlesztők, azok a tesztelők, akik más szempontból, akik fejlesztik, illetve akár UAP végfelhasználói szempontból tesztelik az alkalmazásokat, az sokkal segít, hiszen nekik egy kialakult gyakorlatok, illetve tudások van arra vonatkozóan, hogy tulajdonképpen mi fog megvalósulni, vagy mi az, ami megvalósult. Amit látunk egy tesztelői oldalon, amiről már beszéltem, hogy talán plusz erőforrásokat, a tartalékokkal érdemes számolni, illetve előfordul, hogy hiába viszonylag többfajta eszközünk, sikerül olyan megoldásokat fejleszteni, mint csak egy speciális eszközön, vagy pont olyan konfiguráció, ami nálunk nincs meg. Úgyhogy mindenféleképpen talán többfajta teszteszközt érdemes tartani. Ez az emulátorok használata is javasolt, vagy sok elő szokott fordulni. És de nem az a legfontosabb, hogy talán egy web alkalmazás tesztelésihez képest itt most mind a két félnek
nagyobb fajta rugalmasságot és nagyobb fajta együttműködést kell biztosítania, hogy elérjék azt, hogy tényleg jó határidőre, jó minőségben készüljenek el ezek a tesztek, ami valamiképpen fogunk szükségesek a megrendelőnek. Úgyhogy én röviden ezt szerettem volna összefoglalni. Nem tudom, esetleg kérdés. Ugye ez nem volt túlságosan szakmai részt, azt inkább Zsombor fogja elmondani a mai nap is. De ha bárjuk ez a kérdés felmerült. Nem is, nem.